Az újvidéki vízművek a város több pontján is ivóvizet tároló tartálykocsikat helyezett ki. A kávézók kert helyiségeiben pedig párásító berendezésekkel próbálják megenyhíteni a vendégek hőérzetét. A kánikula elől sokan menekülnek a város parkjaiba is. Sada smo tu zbog Gunučića, čuvamo ih i naravno divno nam je, ovde je prijatno. A posle idemo malo, da, negde na Dunavi, Oficirac, Štrand, tako. Dobro je, mislim nije u hladovini, evo sa decom u parku, malo uz vodu i tako prođe nam dan. Míg az idősebbek a padokon ülve pihentek, addig a gyerekek játszottak a füves területeken. A helyszínen lévő vízcsapot is sokan igénybe vették. Az újvidékiek szerint a szabadban eltöltött idő jóval hasznosabbnak bizonyul, mint a klímával ellátott helyiségekben való tartózkodás. De ali mislite, de ljudi ma bolje da dođu negde u park, nego da sede u klimatizovanim stanovima? Naravno. Naravno, uvek je to bolje. Jer je to prirodni klima, nije uvek dobra. Ona jeste zgodna za rashlađivanje, ali nosi nekakve svoje štetne strane. A kánikula idején valóban igazi felfrissülésnek számít eltölteni egy kis időt itt az újvidéki Duna Parkban. Az előrejelzések szerint a magas hőmérsékletek vasárnapig biztosan kitartanak. Az illetékesek ezért arra figyelmeztetik a polgárokat, hogy csak felszerelkezve hagyják el otthonaikat. A hőségre érzékenyek számára a szabadban való tartózkodás esetén elengedhetetlen kelléknek bizonyulnak a fejvédők, illetve a napszemüvegek és a természetes anyagból készült könnyű öltözék. A strandolóknak ajánlott napvédőkrémeket használni, a kellő mennyiségű vízfogyasztása pedig mindenki számára létfontosságú.